Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Majdnem Izrael lett a negyedik, aki a Holdra leszállt, aztán végül mégsem. Pár kilométerre megközelítették a Holdat. Kis nemzet, nagy álom ott lobogott már a szerkezet oldalán, amikor is végül is meggondolta magát a szerkezet, és nem leszállt, hanem tovább repült. Hát tulajdonképpen erre azt tudom mondani, hogy így is igen nagy eredmény. Azon kívül, hogy összesen három másik ország ezt képes... mondta a helyszínen Binyamin Netanyahu. Teljesen igaza van egyébként, mert azért nem egy egyszerű dolog leszállni a Holdra. Nem beszélve, hogy 380 ezer kilométerre van, azt a távolságot meg kell tenni, és főleg olyan összekötetést kell biztosítani, ami egy ilyen rendkívül kényes, összetett manővert biztosít. Na most, amit idáig mondtak, és amit tudni lehet, a hajtóművel volt probléma, hétköznapi nevű motorral, azt nem az izraelek gyártják, hanem a britektől vásárolták meg. Most én nem akarom leszólni a briteket, de lehet, hogy valami technikai probléma volt. Én úgy gondolom, hogy ez eleve egy úttörő feladat az űrkutatásnak minden része. Vannak sikerek és vannak sikertelenségek, máshol is volt ilyen, majd csinálnak egy másikat, és a következővel valószínű, hogy ez a probléma nem fog bekövetkezni, abban szinte teljesen biztos vagyok, és abban is, hogy meg fogják valósítani azt, hogy leszálljon a Holdon, és talán új területre, kiteszi az izraeli zászlót, azon kívül néhány fényképet is fognak azért készíteni. Nem szabad elfelejteni, hogy extrém időjárási viszonyok uralkodnak, ha időjárásnak lehet azt nevezni, ami ott van. És hát ennek következtében a technikai szerkezetnek, amit oda küldenek, igen sok mindent ki kell bírnia. Tehát én azt mondom, hogy ezt nem lehet kudarcként kezelni, ezt mindenképpen sikerként, legfeljebb próbálkozás, ami most speciál nem járt eredménnyel, a végső még nem született meg az, hogy leszállt volna, de ugye egyébként igencsak megközelítette a Holdat, és ez már önmagában ugye nem semmi. Túl vagyunk a 21. izraeli Knesset választásokon, megvan a végső lista. Ön szerint ez mennyire fogja a kétállami rendezést befolyásolni? Hát pozitív irányban nem fogja befolyásolni, mert ugye elég időben elkezdték azt a véleményt hangoztatni, hogy egy nép, és hát különböző nemzetiségekkel tarkítva, már Netanyahu korábban is mondta, hogy önállóan, működőképes palesztin állam nincsen, és ezt azt hiszem nem lehet vitatni, mert a Cisziordán területeken, aminek egyébként az annektálását is bejelentette, de ez sem most kezdődött, ez már elég régóta, tehát amióta nagy tömbök kialakítása napirenden van, azóta ezt lehetett sejteni, hogy ez be fog következni, na most ennek most már elég nagy lesz a valószínűsége. Tudjuk azt, hogy az amerikaiak ezt az elgondolást támogatják, nekik komolyabb elképzelésük nincsen, és hát az is ismert, hogy a gázai övezetben még komoly állam nem lesz, tehát ez belátható időn belül nem fog összejönni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt a két nép, két állam, ami egyébként az eredeti béketervben vastagon benne volt, most már ez egyre kevesebb hangsúlyt kap a politikában. Egy pillanatra még a választásokra visszatérve, a ma hajnali hírek szerint Bennett, aki az előző Netanyahu kormány oktatási minisztere volt, és az igazságügyi miniszter asszony a katonák szavazatainak újra számolását követeli. Hát minden választásnál előfordul ilyen, hogy nem mindenki elégedett az eredménnyel. Ha nagyon cinikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a választás mindig az nyeri, aki számolja a szavazatokat, ez is benne van az igazságban, de hát nem hiszem, hogy a nagy csalás történt volna a hadseregben, mert általában a hadsereg tagjai, hát ugye némi nevelésben részesülnek, és ebben benne van a politikai nevelés is, benne van a hazafias nevelés is, nekem példaként szolgál az a hazafias nevelés, ami Izraelben katonákkal van. Ugye minden hónapban egyszer van egy ilyen hazafias nevelési nap, elmennek különböző helyekre, elmagyarázzák nekik a történelmet, tehát Izraelben ezzel nincs probléma. És tulajdonképpen hát a hadseregben a fiatalok, itt ugye fiatalokról van szó, akár lányok, akár fiúk, hát végül is nagyon kiállnak amellett, hogy ezt a hazát meg kell védeni, még akkor is el lehet ezt mondani, hogyha utóbbi időben mondjuk nem nagy lelkesedéssel mennek katonának, de
azért a neveléssel odahatnak, hogy azt mondják, hogy ezt az országot meg kell védeni, mert egyébként elég sok kockázatnak, fenyegetésnek van kitéve. Hogy most hogy szavaztak meg, hogy nem szavaztak, én nem tudom elképzelni azt, hogy annyira befolyásolták volna. Hát ez a politikai játszmának a része, én erre azt mondom. Nagyon érdekes a palesztin autonómia gázai oldaláról a Hamasz vezetőjének a véleménye, ami szerint tök mindegy, hogy kialakít kormányt Izraelben, ők sem a kormányt, sem Izrael népét nem hajlandók elismerni, és egyetlen éltető céljuk van megsemmisíteni. Na tettük, ezzel lehet arról beszélni, hogy két nép, két állam, hát természetesen mondjuk ezt a területet nyilván ki fogják zárni, aztán ne legyen nagy meglepetés, ha netalántán végül is, hogyha egy nép és nemzetiségek lesznek, akkor úgy fog dönteni Izrael, hogy ez a terület azért minél távolabb kerüljön az országtól, jól elszigetelik, és nem baj, hogyha mondjuk ha az egyiptomiak fölvállalnák, akkor oda tartoznak. De hát emlékszik rá, Egyiptom sem Szadát, sem az hát utána következők, senki nem akar hallani sem hát róluk. Hát persze, hogy nem akarnak. Hát ott van egy csomó szélsőséges szervezet. Egyiptomban amúgy is a egyik legnagyobb probléma a Sinai félszigetnek a terror fenyegetettsége, vagy terror fertőzettsége, szabad ilyet mondani. Bolond lenne ez a kormány, amelyik ezt fölvállalná. Tehát tulajdonképpen itt valamit változtatni kellene a politikán, a Hamasz a részéről is. Hát nem nagyon látom azt, hogy az utóbbi időben lett volna ott is választása. Nyilván nem véletlen ez. De ha megnézi, akkor a Hamasz magával, a Fatahkal sem ért egyet. Tehát a palesztin nemzeti hatóság ezen oldalon álló vezetőivel sem. Két dudás és egy csárda az nem biztos, hogy működik. A helyzet az, hogy itt komoly pozícióharc van a kettő szervezet között, és mind a kettő szeretné azt, hogy övé legyen a két terület. Tulajdonképpen nem sok szavazati joga van az Abbas-féle palesztin nemzeti hatóságnak a Hamasz területén, mert Hamasz által uralt terület a gázai övezet. Közösen szavazást majdnem lehetetlen szervezni, ezt most már az elmúlt években elég világosan láttuk. Tehát tulajdonképpen egy olyan belső feszültség és olyan ellentét van, amiből én nem látok azt, hogy valami kiegyezés, valami megegyezés jönne létre. Ehhez valamelyiknek le kellene teljes egészében mondani, megváltoztatni az elveit, pillanatilag nem úgy néz ki egyik szervezet sem. Nagyon érdekes dolog történt Londonban, a Wikileaks alapítóját és szerkesztőjét a hatóságok letartóztatták. Hát ezt tudta, hogy már régóta, hogy le fogják tartóztatni, de most képzeljük el, illetve képzeljük el, kedves nézők, hogy ennyi éven keresztül egy követségi épületbe bezár, most függetlenül attól, hogy viszonylag egy követséghez képest nagyobb terület állt rendelkezésére, de hát nem mehetett ki sehova. Tehát 7 éven keresztül ülni benne egy épületbe, és kiállhat időnként az erkér, és tarthat sajtótájékoztatót, hát nem egy komoly élet, de hát amit ide elkövetett, azért viszont nagy valószínűséggel bűnhődni fog, tehát nem lennék le, ha jó néhány évre elítélnék. Talán remélkedhet abba, hogy olyan helyen fogják meghozni az ítélet, ahol nincs halálbüntetés. Amit ő kiszivárogtatott, azok meglehetősen kényes államtitkok, amely adott ország érdekeltsége ellen van, plusz a nemzetközi viszonyt is olyan helyzetbe hozza, ami azért... Mi inspirálhatta őt erre? Egy szép lelkűség, egy baloldaliság, egy világbéke akarás, vagy mi? Hát a fanatizmus szerintem, mert hát hozzájutott olyan anyagokhoz, amiből ő úgy gondolta, hogy ez a világ helyzetét meg tudja változtatni, és hogyha ő ezt nyilvánosságra hozza, akkor át kell értékelni a politikát. Aki ezt látja, már pedig mivel nyilvánosságra hozta, az egész világ láthatja, és meggyőződhet arról, hogy a politika gyakorlatilag nem úgy működik, amit mondjuk a médiában lehet olvasni. Kettő köszönöm. Vajon ön szerint szerveződni fognak tüntetések az ő megmentésére? Vannak-e civil emberek, NGO-k, akik őt támogatják? Bizonyára lesznek olyanok, és vannak is, mert már eddig is kiálltak mellette, és követelték már korábban is a szabadon engedését. Hát viszont az országban a törvények általában azt jelentik, hogy az államtitkokat be kell tartani, és ez mindenkire vonatkozik. Aki nem tartja be, arra vonatkozik az, hogy megfelelő büntetés. De ha jól értem, van egy bizonyos ország, aki nem államtitkok véget kérte őt ki. Hát olyan is van, aki nem államtitkok megsértése. Volt egyéb bűncselekmény is a
szexuális zaklatás. Na most ezeknek a bizonyítása ennyi éven keresztül azért nem biztos, hogy lehetséges. Hát függ attól, hogy a tisztelt bíróság ezt hogyan fogadja el, vagy hogyan nem fogadja el. De itt a főbűn, akárhogy is nézzük, mindenképpen a titkos anyagoknak a kiszivárgása. Most, hogy angol börtönben van, már ha bár a követségen való tartózkodás egy, az ön szavai szerint egy valamis önkéntes börtön volt, vajon kinek fogják kiadni őt az angolok? Hát ismerve nagyjából az angol szokásokat, oda fogják kiadni, akinek a legnagyobb kárt okozta, mert ez lenne a legnormálisabb. Az Amerikai Egyesült Államok. Az pedig az Amerikai Egyesült Államok. Ott viszont van halálbüntetés. Igen, akkor megszegik azt az ígéretet, amit a britek korábban tettek, hogy nem adják ki olyan államnak, ahol halálbüntetés is van. Amerikában sem minden államban van. Tehát van néhány állam, ahol van halálbüntetés, és abban is meg lehet egyezni, hogy akkor nem annak az államnak adják oda az ügy tárgyalását, ahol halálbüntetés van. Ezt én nem tudom, hogy ezt hogyan fogják megoldani, mert hogyha úgy adják oda, úgy adják vissza, és ott tárgyalják, hogy nem tartják be ezt a korábbi megállapodást, akkor az azt jelenti, hogy az amerikaiak is megsértik azt az ígéretet, amit korábban tettek a britek felé. Ez még nincs lejátszva az ennek. Brüsszelbe a miniszterelnökök csúcstalálkozója megtörtént, elfogadták, hogy az angoloknak további hosszabbítást adtak. Nem világos azonban, hogy akkor május 26-án ők szavaznak, vagy nem szavaznak. Ebben sokkal nehezebb előrejelezni, mint mondjuk a Netanyahu megválasztásában. Én az előző találkozók során megmondtam, hogy nagy eséllyel fog a Netanyahu győzni, és ez be is jött. Erre nem merek fogadást kötni, mert nem vagyok benne biztos, hogy a miniszterelnök asszonynak az elképzelését jóvá fogja hagyni a brit parlamentnek az alsóháza. Ha nem, akkor megint húzódik a dolog, és tulajdonképpen eljutottunk ahhoz a nem kívánt dologhoz, ami senkinek nem jó, az, hogy megállapodás nélkül esik ki, szokták mostanában mondani, hát hagyja el az Európai Uniót, Nagy-Britannia. Azért az emberben van egy kis remény, hogy talán észhez térnek a britek, és valami normális megállapodást fognak kötni, mert nem véletlenül, hogy az Európai Unió vezetése úgy döntött, hogy akkor adjunk még nekik időt, még csócsálják ezt a témát, és legalább egymás között egyezzenek meg, és hát elég világosan lehet látni, a legnagyobb probléma az, hogy saját maguk se tudják, mit csináljanak. Tehát belementek egy olyan játékba, aminek a bemenete során nem tudták, hogy mi lesz a vége, és senki nem tudta. Nyilván ezt nem lehet korábbi példákkal alátámasztani, mert nem volt. Most meg már be is lépnék, meg ki is lépnék, népszavazás is volt, különböző parlamenti ülések voltak, tehát tulajdonképpen eljutottak egy ex-lex helyzetbe, és nem tudják, mit csináljanak. Most ettől kezdve nem várható el az Európai Uniótól az, hogy majd ő hozza a döntést. Most egy nagyon gálás ajánlatot tettek, a labda ott van a ti térfeleteken, döntsétek el, hogy mit akartok, van rá idő. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, visszavárjuk. Kedves nézőim, a pontos idő 8 óra, és 8 órakor itt van a Mindentől Független Híradó. A híradó után jövünk vissza, tartsanak velünk!